az volt régen a mékeszálló, kávéház is működött benne, de volt egy fotós műterem, a legtetejébe. Hétfő reggel rendhagyó módon kezdődött a tanítás a Kodály Zoltán általános iskola alsó tagozatosainak a Vármegye háza előtti téren. A történelmi sétát Rendes Sándor helytörténész, kommunikációs szakember vezette, aki igyekezett a gyerekek számára játékossá tenni a nem mindennapi programot. Próbálunk olyan érdekességekkel készülni a város története kapcsán, ami egy ilyenkorú gyereknek is megragadja a fantáziáját. Például a homlokzaton elhelyezkedő szobroknak a története sem minden nyíregyházi számára ismerős, mert hogy eredetileg például Szabolcs vezér helye Tabas Ámuel érkezett volna ide, de hát a megyei úrak ezt nem tudták elfogadni, visszaküldték a Alós Edének azt a szobrot, és mondták, hogy ők ragaszkodnak Szabolcs vezérhez, akit eredetileg rendeltek. Például egy ilyen érdekesség is meg tudja ragadni a gyerekek figyelmét, de itt a téren is annyi látnivaló van, ami mellett mi is elmegyünk a hétköznapokon, anélkül, hogy fölemelnénk a fejünket, amiről lehet érdekes dolgokat mesélni, ezzel igyekszünk készülni a számokra. A tér és az épület külső homlokzatának megtekintése után az épület szobáiban, termeiben hallgathattak történeteket a gyerekek a régmúltról. A Fedezd fel a Vármegye házát bemutató azt a cél tűzte ki, hogy erősítse a tanulókban a szülőföldhöz való ragaszkodást és a vármegyei identitást már kisiskolás korban is.